már úton van a Pécsi Szent Agotai János Kutatóközpont felé az a háromdimenziós bionyomtató, amelyen rövid távon emberi szöveteket, hosszabb távon emberi szerveket lehet majd építeni. Elképzelhető, hogy 10-15 év múlva polcról levehető gép által felépített szervekkel végzik majd a transplantációkat. Amit eddig csak filmeken láttunk, az nem sokára bevett orvosi gyakorlat lesz. Keleti Andrea járt Pécsen. Angolul bioprinter, magyarul 3D-s nyomtató, nehéz elképzelni, de egy ilyen nyomtató képes ma már ereket, porcokat, emberi szöveteket építeni. Tehát én ezt fogom és rácsatlakoztatom egy 3D nyomtatóra, egy megfelelő minőségű 3D nyomtatóra, én ezt így egy az egybe visszakapom. Amit már most tud az orvos nyomtató segítségével, az a protézisek területén a leglátványosabb. Itt nagyon fontos az idő és a precizitás. Mondjuk valaki súlyos koponya sérülés szenved egy balesetben. A gép szinte órák alatt fel tudja építeni a koponya pontos mását. És így összehasonlíthatatlanul gyorsabban el lehet kezdeni a személyre szabott pótlás elkészítését. De roncsolódott arcokat is annyira jól helyre lehet állítani, amire korábban esély sem volt. Ez is egy konkrét ö, betegnek a koponyája. A 3D nyomtató már most forradalmasította a protéziseket és az implantátumokat, de az igazi csoda az lesz, amikor egy készprotézisre például a beteg saját 3D nyomtatóval felépített szövetei és bőre kerülnek. A jelenlegi kutatások abba az irányba mennek, hogy ezek a szövetnyomtatási eljárásokkal, akár, vagy szövettenyésztési módszerekkel valóban funkcionáló szöveteket, bört hozzanak létre. Olyannyira ez a jövő, hogy ezek a korábban sok-sok millió forintért beszerezhető nyomtatók ma már két-három millió forintért megvásárolhatók, ami az egészségügyi árakat tekintve már olcsónak mondható. Ezért számítanak arra a kutatók, hogy ez a módszer minden specialista számára elérhető lesz, a nem is olyan távoli jövőben. A technológia az arra harad, hogy ezt minél inkább költséghatékonyá varázsolják, és minél szélesebb körbe alkalmazni tudják. Talán önök közül sokan emlékeznek az Árar című filmre, amelyben a két főszereplő John Travolta és Nicolas Cage arcot cserél. Akkor ez fantázia volt, ma már csak az a kérdés, hogy 10 vagy 20 vagy 30 év múlva lesz realitás. Ami viszont 6-7 hónapon belül valóság lesz a 3D-s nyomtatók miatt, az teljesen átalakítja a tüdőrák gyógyításának eddigi módszerét. Az egyik, hogy építünk tüdőt, a másik dolog pedig az, hogy megismerjük a betegséget és segítsük a, az onkológus munkáját. A gyakorlatban ez úgy fog kinézni, hogy megkapja a laboratórium a daganatos tüdőszövet mintáját. Ez alapján a 3 d nyomtató megépíti a beteg tüdőszövet pontos mását, és a laboratóriumban célzottan elkezdik megvizsgálni, hogy melyik módszere hogyan reagál. Így gyakorlatilag, mire a beteg lábadozni kezd a műtét után, a kezelő orvosa már pontosan tudni fogja, hogy nála személyre szóló a melyik kezelés a leghatásosabb. Ez még egyszer mondom, nem a jövő, hanem a jelen. A jövő a saját szerv fontos másának megépítése csak egészségesen. Ha úgy tetszik, a transplantációhoz leveszünk majd egy szervet a polcról. A gyakorlati cél az valóban ez lenne, hogy saját őssejteinkből építsük fel a hiányzó vagy nem olyan jól működő szívet, vagy a mm, valamilyen károsodást ért májat, és ezt a betegbe vissza tudjuk ültetni eddig vagy nem volt elég beültethető szerv, vagy egy sikeres transplantáció után kilöködött a beültetett donor szerv. Nem lehet megmondani egy 10, 20 vagy 30 év múlva, de a viszonylag közeli jövőben mindkét nehézséget megoldja a 3 d nyomtató, amely saját ősejtből építi a szervet, tehát nem lesz kiöködés, és annyit épít, amennyire szükség lesz. Keleti Andra, 724.